A 20 települést és Nyíregyháza egy részét magába fogaló kettes számú választókerületben is eredményesen telt az év. Javulást mutatnak a munkanélküliségi arányok, és korszerűsödnek a települések is. Köszöntöm a stúdióban dr. Vinnai Győzőt, Szabolcát Mábereg megye kettes számú választókerületének országgyűlési képviselőjét. Jó, Jó estét, estét. kívánok, köszöntöm a televízió nézőket. Mindenek előtt hogy melyik az a térség, ami ehhez a választókerülethez hát, tartozik, és Nyíregyháza mely része? Nyí Nyíregyháza reszélünk? nyugati része, a Nyírszőlős, tehát a, a rész, a kertvárosi rész, és a Bokortanyák, Mandabokorra, fürdő nem. Egyetlen egy utca, a Tölgyes utca, meg néhány kisebb utca tartozik, tehát a szivárvány idősek otthona az éppen tartozik, de Sóstó legnagyobb része és Sóstó hegy része, vagy Sóstó egy egésze az egyes számú választókerülethez tartozik. Emellett az Ibrányi járás települései, hat település, tehát Ibránytól egészen Balsáig, és ide tartozik a Tiszavasvári járás minden települése, és Nyíregyházi járásból még két város is ide tartozik, néhány település, mert Nyírtelek és Rakamaz. Tehát ez szabolcs szatmár bereg egy nyugati része. Ha azt mondom, hogy nagyon fontosak itt a fejlesztések, mert akár az infrastruktúrát nézem, akár a munkani, korábbi munkanélküliséget nézem, akkor sikerült előrelépni 2018-ban, és még lesznek fejlesztések 2019-ben is. Az első, ami nagyon lényeges véleményem szerint, hogy a területi operatív programból, ez egy uniós forrás, sikerült munkahelyteremtő beruházásokat indítani, hiszen több város, így Ibrány, Tiszalök iparterületet, ipari parkot tud. Kialakítani. De ha azt nézzük, akkor ebbe a választókerületbe tartozik a LEGO is, ahol van, tehát Nyíregyházának az a része a Tiszavasvári út mentén, ahol egy komoly ö, ipari bázis alakult ki, és ez ö, jelentősen javította a munkanélküliségi mutatókat. Azt kell, hogy mondjam, Nyíregyháza és környékén az országos átlagot tudjuk ö, produkálni, három és fél és 4 százalék között van a munkanélküliség, hogyha ha folyamatában nézem, még a Tiszavasvári járásban egy kicsit magasabb, 7-8 százalék, és az ibrányi járásban is ilyen 6-7 százalék, de azt kell nézni, hogy honnan indultunk, hogy sikerült-e fölzárkózni. Én amikor itt 14-ben az új választókerületek kialakítás után megnyertem a választást, bizony 15-20 százalékos munkanélküliség volt, ma pedig már inkább munkaerőhiányról beszélünk, és arról beszélünk, hogy a közfoglalkoztatásból, amelyet mi mindig átmenetinek mondtunk, hogy segélyhelyet munkát adunk, ugye költségvetési forrásból Kapják az önkormányzatok az önkormányzati vagy a start kistérségi munkaprogramot hátrányos helyzetű települések számára, hogy egyre többen menjenek át az elsődleges munkaerőpiacra, egyre többen dolgozzanak a versenyszférában, és itt az elmúlt években látható eredmények vannak. Tudunk-e számokról beszélni beruházások, fejlesztések tekintetében? Hát a beruházásokat azt két része kell osztani. Az egyik, ahogy említettem, az uniós források, itt mindenképpen a területi operatív program, a vidékfejlesztési pályázatok, amelyek külterületi utakban és egyéb gazdálkodóknak juttatott fejlesztésekben nyilvánul meg, és egy efopos forrás, amely az emberi tőkébe, a humántőkébe fektet be. Ezek az úgynevezett uniós lehetőségek, és természetesen vannak hazai források. Ami a, a, a területi operatív programot illeti, hiszen megyei szinten mintegy 90 milliárd forint áll rendelkezésre, és ugye hat választókerület van, akkor azt lehet mondani, hogy... hogy 12-15 milliárd forint között részesült a kettes számú választókerület és fejlesztésekből. Nem beszélve arról, hogy mint említettem, nyiregyháza egy része ide tartozik, nyiregyházának külön van egy úgynevezett topos forrása, amely nagyon komoly közlekedésfejlesztést tesz lehetővé Nyíregyházán és környékén, csomópontok képítésében, körforgalmak képítésében, kerékpárutak képítésében. De hogy egy nagy beruházást mondjak, amelyet 2017 végén adtunk át, vagy második Felében, amelynek nagy hatása volt a kerékpárút például Nyíregyháza és Tokaj között, ezt a választókerületet érinti leginkább. Tovább fejlesztettük idén ezeket a programokat, és Tiszalők és Tiszadada között mintegy 12 kilométeres alsóbrendű út. Hálózatfejlesztés valósult meg, teljes aszfaltozással. 30 éve vártak erre az ott élők, és ez szerintem a turisztikának is kedvező vagy jó hatással lesz a turisztikára. Emellett több zöldváros program elindult. Tiszalökön már befejezéshez követ Közeledik. Ez a zöldváros a belváros kialakítása komfortosabb tétele. Most fogják elkezdeni majd nyírteleken és ibrányban. Emellett orvosi rendelő átadás volt, nem olyan régen nagy -Szerkeszen. Emellett iskolai felúját, felújítások, nyolc iskola újolt meg a választókerületben 2010. Hát inkább úgy mondanám 17 és 18-ban, és van, ami még áthúzódik 19-re, ha azt nézzük a rakamaz iskola teljes energetikai korszerűsítése, ugyanígy a Gáva vencselői ezek nagy iskolák, nagyobb iskolák, azért kell mondanom, hogy nagyobb iskolák, mert a gyereklétszám folyamatosan csökken azért mindenütt, a Nyírtelki iskola is megújult, ez még 17-ben megújult, és vannak kisebb jellegű felújítások, amelyeket a tankerület saját forrás Ból, ö, valósított meg. Éppen most öt iskolában adtunk át bútorzatot, tetőcsere volt, ö, akadálymentesítés, mosdók felújítása. Úgyhogy ö, én azt gondolom, hogy lépünk előre, lépegetünk előre és ez mindenképpen az embereknek az elismerését váltotta ki. Milyen állapotban vannak a választókerület vállalkozásai? Mennyire életképesek és milyen jövőképük van? Hát, nézze, a vállalkozások itt Nyíregyház és környékén van a legnagyobb számú vállalkozás, életképesek, nagyon sok esetben a magyar vállalkozók beszállító tevékenységet folytatnak, vagy éppen önálló tevékenységet folytatnak, de igyekeznek, hogy mondjam, megkapaszkodni, a piacon, nem beszélve arról, hogy egyre több befektető jön uh, Nyíregyháza környékén, elég szép számmal vannak, de egyre inkább jönnek most már Tiszalökre. Uh, ott egy gyümölcsfeldolgozó üzem alapkövét raktuk le nem olyan régen. Szeretnénk Tiszavasváriban is megmozgatni az állóvizet, hiszen ott szeptember 16-án időközi választáson új polgármestere van Tiszavasváránk, és ettől én nagyon sokat várok, mert sokkal jobb a kapcsolat, mint a korábbi polgármesterrel. Uh, szót értünk és ő is a fejlesztéseket szeretné fölgyorsítani, sőt a környező településekkel a kapcsolatokat kiépíteni. És beszélni kell még a gazdálkodókról, a családi gazdálkodókról, hiszen ez egy agrárterület, tehát Tiszavasvár és környékén jó minőségű földek vannak, vannak nagy családi gazdálkodók, tehén tartó telepek, és vannak kisebb földön gazdálkodók A Magyar is. Falu program hogyan tudja segíteni hát a mi az egyik legnagyobb problémája a vidéknek? Az egyik legnagyobb problémája, hogy a megtartó képességét kell erősíteni. Az egyik része a Magyar Falu Programnak, amely 19. január 1-én indul, a csok kiterjesztése vidékre. Ez mint egy 25 milliárd forintot kíván az első évben erre fordítani a, a, a Magyar Falu Program, mert a számokat tisztázzuk, jövőre 150 milliárd forint lenne, ez, ez, majd reméljük bővülni fog 2020-21-ben, amelynek egy jelentős része, mint egy felek közszolgáltatások fejlesztésére fordítódik. A másik része az előbb említett családi otthonteremtési kedvezmény megerősítésére, a harmadik pedig utak, alsóbrendű utak felújítására, aszfaltozásra, rendbetételére, így, így állna össze a 150 milliárd forint, ami tudom, hogy, hogy nem olyan sok forrás, de szeretnénk egyrészt bővíteni, mert ezt a tartalék alapokból a 19-es költségvetés biztosítja, és szeretnénk bővíteni, mert a vidék megtartó ereje, javítani kell az infrastruktúrán az utak állapotán, javítani kell a lakhatási körülményeken, és ahogy ön is említette, meg kell erősíteni a vállalkozásokat, meg kell erősíteni a gazdasági élet szereplőit, hogy minél több munkahely legyen itt Nyíregyháza környékén, Tiszavasvári környékén, vagy éppen ott a Tisza mentén. Ehhez viszont úgy tűnik, hogy a képzéshez meglehetősen nagy mértékben hozzá kell nyúlni. Hát így van, a szakképzési törvénynek most volt egy újabb módosítása. Mi azt mondjuk, hogy három eleme van az oktatásnak ma Magyarországon. Az egyik, hogy a hozzáférés mindenki számára biztosított legyen. Stabil működés, jó pedagógiai programok, lásd a nat társadalmi vitája most folyik, hát a, a, a tévénézők kedvében a nemzeti alaptanterv, amelyet 5-6 éven belül mindig meg kell újítani, hiszen olyan gyorsan változik a világ, hogy rugalmassá kell tenni az oktatást, és egyre inkább a kompetenciákat kell fejleszteni, ismeretet kell átadni, de olyan, kompetenciákat, készséget kell fejleszteni, hogy a tanulók, a diákok alkalmazkodjanak a gyorsan változó viszonyokhoz. Ezt úgy fogalmazza meg egyébként a Nemzeti Alaptanterv, hogy személyre szabott oktatás kell elérni. Ez a mi mert azt is jelenti az iskolákban, hogy két nagy csoport van. Az egyik az esélyteremtő oktatás, ahol hátrányos helyzetű családokból érkeznek a gyerekek, akkor ott a hátrányokat kell csökkenteni, és az iskolának ez nagyon fontos szerepe. Itt még van mit dolgoznunk. A másik pedig a színvonalas oktatás mellett a tehetséggondozás. Minden gyerekben van valamilyen tehetség, tehát a tehetséget föl kell ismerni, gondozni kell, és hogyha ő, 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 ő megtalál, rátalál arra az útra, hogy a tehetségét majd ki tudja bontokoztatni felnőtt korában, akkor sikeres felnőttként egy sikeres közösség tagja lesz, sikeres lesz az a település, ahol ő dolgozik, és végső soron sikeres az ország is. Ez olyan nagy téma, hogy megér egy külön műsort, úgyhogy köszönöm szépen, hogy befáradt ma a stúdióban. Köszönöm szépen.